Pécs a nagy hagyományokkal rendelkező egyetemváros különösen alkalmas arra, hogy házigazdája legyen egy nemzetközi egyetemtörténeti konferenciának. A háromnapos egyetemtörténeti tanácskozás témájához szorosan kapcsolódott a Vasvári Házban megnyílt kiállítás, amely a Pécsi Tudományegyetem történelmét hivatott bemutatni. Több ezer kiállítási tárgy van itt, és a múzeum másik részében, az orvoskariban. Az Orvostörténeti Múzeum az egyetem fennállásának 625. évfordulóján nyílt meg, s ma, 8 évvel később, bepillanthatunk a legkorábban alapított jogi kar, az egykori pedagógiai főiskola, valamint a később alakult egyetemi intézmények történelmébe is. Pécset megadták a módját a 600. évfordulónak 1967-ben, amikor a Studium Generale Quinque Ecclesiensis alapításának a 600. évfordulója volt, és hát az utódok sem akartak lemaradni, ugye, hogy 25 évvel később, illetőleg ma a város ünnepén, amikor Orbán pápa aláírta az alapító bullát, annak a 633. évfordulóján, a város ünnepén, hogy megnyíljon ebben a csodálatos környezetben. A kiállításon az egykori rektorok, dékánok portréi mellett a legkiemelkedőbb pécsi professzorok képei láthatók, és persze helyet kaptak az egykori diplomák, illetve a karok életével szorosan összefonódó dokumentumok is.